Sziasztok srácok, én Zalán vagyok, köszönöm a csatornán. A mai napon FIFA Mobile lesz, hiszen lassan már egy-két hónapja nem volt FIFA Mobile, de elég sokat változott a keretem, igazából. Azt hiszem volt srácok nekem 400 millió, és abból vettem, elég durva játékosokat vettem belőle, vettem egy puskást, ami itt van, vettem egy puskást, egy etót vettem csatárba, illetve egy Reynát és egy Pires. És kaptam egy 112-es Kevin De Bruyne-t, illetve egy 114-es Frimpongot, és ezek erősítették még a csapatomat. Igazából elég durván. A védelem az nem a leggyengébb, igazából ez a kettő játékos Guerreiro és Lovren, ami nem tetszik annyira. A Rüdiger az elmegy, igazából védelembe. A Reyná az nem rossz, De Bruyne se. Az Eto nem tudom, mert alig próbáltam még ki. Van egy Onanám kapuba, aki mondjuk nem rossz. Igazából van 24 millió. És kijött az a Hall of Legends. És ebbe fogunk most egy kicsit játszani szerintem. Csinálunk egy pár tréninget, illetve... hát valamit, nem tudom, hogy mit. Mire fogunk jönni? Először is. Az egyik oldal meg kivisszük, nem tudom melyik lesz az. Ugye van egy 112-es Ronaldo, Cafu, Kaká, Shevchenko, Lucio, meg Nakata. Azok elég jók amúgy. Nem rossz ez a hat játékos. Négy brazil, egy japán, illetve egy ukrán. Nézzük, Eto'val kell lerúgni ezt a stócot igazából. Ha majdnem megvolt elsőre. Nézzük a másodikat. Ez meg lesz igazából. Meg is vagyunk. Hát nem tudom, játszok-e könnyebbe. Hát, nem tudom. Mindegy. Szerintem most játszunk egy mérkőzést. Egy VS-eteket. Utána pedig jönni fog még egy meccs, és utána pedig ugye az a nyeremény. És pedig aztán bírunk nyitni majd egy csomagot is. Ugye WordPress 3-ba vagyok, és az ellenfél pedig WordPress 1-be. Mondjuk, hogy sokkal jobb, mint én. Szerintem nagyon nehéz lesz elverni. De megpróbáljuk, srácok. Megpróbáljuk elverni. Haaland 115-ös. Azt a mindenit. Elég durva csapata van az ellenfélnek. Hát azért Puskás is 115-ös, szóval van esélyünk. Puskás aztán 70 millióért vettem, nem tettem ki a Totiból. Tegnap vettem igazából, mert akkor költöttem el a 400 milliómat. És most ugye 24 van csak. 400-an ugye, nem tudom. Ugye, csináltam ebből az útoszból ilyen pekeket, és kibontottam, és kaptam 400 milliót, srácok, szóval Ronaldo sajnos nem volt a marketen, szóval nem bírtam meg, vagy én pedig azt akartam 112-es Cristiano Ronaldo-t. Nagyon drága volt igazából, azt hiszem ilyen 500 millió volt. Nem 500, 400 valamennyi volt, de akkor már költöttem azt hiszem 100 milliót is, ilyen SBC-kre. SBC-kre ilyen, mi ez, nem tudom, hogy hívják rá, mindegy. Arra is költöttem egy 100 milliót igazából, szóval abból is buktam egy kicsit. De amúgy tényleg, majdnem 500 millió volt igazából, abból bírtam volna venni egy, nem is tudom, kit bírtam volna venni. De egy játékosra nem akartam költeni igazából, inkább vettem többet. A csapatom elég rossz volt. Rabiot, azt nem kellett volna rálőni inkább. Pires, ami, ugye Pires nekem eléggé tetszik, főleg az Eto is. Eto, ollóba srácok! Eto, úgy is van. Hát, szerintem kikaptunk. Sőt, biztos, innen már nem tudunk 6 gólt rúgni igazából, hogy nyerjünk. Puskás! És ott mellé ment, Eto, még egy olló! Ott a hatodik! Kikaptunk igazából, de nem baj, mert rúgtam 2 ólós gólt, ami nekem aztán sose sikerült. Kikaptunk, akkor szerintem nyomjunk, srácok, még egy mérkőzést igazából. Ebbe, ha meg kéne nyerni amúgy, vannak ilyen objektívek is, ezeket is gyors átveszem. Na, van is, srácok, valami. Még ez nem rossz, amúgy, csak ezt ide kéne hozni. Kaptunk 300 ezer coint. Mondjuk ez nem rossz, mert aztán van ilyen új esemény. Best 11 quest. Az a neve igazából, ebben is nem tudom, mennyit haladtam. De most gyors kilépünk igazából, és megnézzük azt a... Campbell-ös best. Haladtunk-e benne? Igen, kaptunk egy logót, ami mondjuk nekem nem annyira tetszik igazából.
Sterpeszen nem hozottunk semmit, ami így néz ki, 33-as szint fog nekem jönni. Igazából elég zopendá, ez kéne igazából. 19 napom van rá, hát meg kéne szerezni a zopendát. Azért kéne a zopendá keretbe, megmondom az őszintét. Jó lenne így Káfúval, Etóval, azt hiszem, összepárosítani. Ugye Etót elbírnám adni ilyen 60 millió, 70-ért vettem srácok Etót, és most már csak 68 milliót ér, szóval. Hát majdnem 10 milliót buktam, Workless 2. Elvileg mi megint rosszabbak vagyunk. Mateo az ellenfélnek a neve, hogy néz ki a csapata. Ez a milyen ki először. Az övé pedig. Az komoly. Az komoly, srácok. Na, azt nem tudom, hogy lehet legyőzni nyilván. Vagy lehet győzni, igazából. Puskás, az nem jön jól, nem ment be jól. Puskás, nem gól. Kapja Rabió nem bírja előni. Az ellenfél vezet 1-0-ra. Puskás, gól, 2-1. Eto, mondjuk oda jöhet egy csel, és a lövés nem kell csak, hogy bemenjen. Reina, még passzolni akartam, azt nem is értem igazából. Eto, ott jó a csel, mert Kevin De Bruyne, aki nem bírja átadni az nem tudom, nagyon rosszul játszok most. Valamiért. Rabió, de megint be akartam adni. Ezt nem hiszem el. Pires, Eto, bomba gól! 4-2, és 5-2 most már, sajnos. Szerintem Vinicius Junior betalált. Puskás megpattan. A beadás nagyon jól megy az be. Puskás Ferenc. Megint kikaptunk. Azért nem nyerjek már egyszer ebbe a videóba. Nem akarok végig kapni. Puskás, tekerjük be. 8-4. Eto, mondjuk az jó, mert ott van Puskás, de megint belelövi az ellenemberbe. Nem hiszem el. Annak már be kell mennie, az sem megy be. Megint kikaptunk. Inkább nézzünk még egy meccset, szerintem már ki fogunk kapni a végén, és nem lesz jó. Na nézzük meg. Még egyszer. Nem sikerül, akkor játszunk másba. Ha megint jobb az ellenfél, nem hiszem el. Real Madrid, gót. És brazil. Nézzük, amúgy nem tudom, miért írtam brazil nevet nekem. Az én csapatom az nem baj. Na nézzük, milyen csapatom az ellenfélnek. Azt a mindenit. 127-es, de nekem is annyi van, csak 12 kemisztrivel rosszabb. Úgyhogy nézzük meg. Puskás. Megint elrontottam az első helyzetemet, tehát ez így nem jó nekünk, mert egyből vezet az ellenfél. Nem tudok játszani. Nem tudom, mi a baja most a játéknak. Jó, ott a gól! Eto! Az, hogy megint vezet az ellenfél 2-1-re. De nem hiszem, mert mindig rálevünk, amikor be akarom adni. Valamikor nem tudok passzolni. Nem hiszem el. Puskás, gól! 4-2! Eto! Eto! Nem bírjuk vinni a labdát, valami van most. Nem hiszem, mert tiszta béna vagyok most. Puskás gól! 5-3! Gigi Puskás! Megérte megvenném, hogy Puskást. Etót nem. Eto nem írti meg. El fogom adni majd szerintem. Etót veszek helyett egy másik játékos majd. Inkább. Szerintem inkább ebből kilépjünk, srácok, mert hát nem bírunk kilépni. Nem baj. Akkor játsszuk le. Már pedig játszani fogunk mást inkább, mert kikapunk, és akkor mindegy, nézzük tovább igazából. De Bruyne 5 gólt már nem bírunk rúgni. Azért Puskás messziről lő egy bombát! A bomba volt, a bomba bal láb! Puskás Ferenc, még egyet a jobb lábával is betalál azért! 10-6, utolsó esélyünk, úgyse fogunk már nyerni, Eto is betalál azért még egyszer! 11-7, nem tudom, mi van velem. Próbáljuk ki a VS eteket. Head-to-head meccset. Nézzük is meg. Ebből azért már nem kéne kikapni, igazából. Legendári.
És én mire vállalkoztam, srácot, nem hiszem el. Szét leszek alázva. Legendári három. Még amatőr háromban vagyunk csak. Ezt nem hiszem el amúgy. Úgy ebbe a Halos legendben elég nehéz játszani igazából, szóval mindig kikapok. Ilyen 30 meccset játszok, hogy nyerjek legalább egyszer. Mi ez a csapat megint? Nem hiszem el! Nézzük meg! Eto! Puskás! Kapja Eto! Pires! Hátrahagyjuk, csak ne lagoljunk most, légy szíves! Puskás, azt elrontottam! De azt hiszem, hát nem a milyen ki, a minden igaz. De a milyen ki? Ott Lovren! Nem jó a fejes! Reina! Nagyon laggolunk, az is baj amúgy. Az is baj sajnos. Kvaraciela! Frimpong! Frimpong megy hátra! Frimpong! És 1-0! 1-0! Hát srácok, még kidobott az egész játék. És nem értem, hogy minek. Még a videófelvétel is leállt, úgyhogy... Mindegy, akkor nézzük újra. Betölte. Esetleg még ma a játék, ha visszatöltött. Akkor menjünk vissza, mert nekünk van valami kövesztünk. És haladni fogunk a szárpeszen. Nem tudom, minek dobott ki amúgy a játék. Ezt értem. Igazából tegnap is kidobott, mikor játszottam. Nézzük tovább, Hall of Legendbait, van valami. Ja. Tudom mi. Hát ezeket nem bírom átváltani, már átváltottam rég amúgy. Nézzük még egy vieseteket, most már kéne nyerni. Eddig semmiképpen nem örülök igazából, hogy nem nyerek semmit. De ezt nem hiszem el. Kikapok végig. Szerintem most is ki fogok kapni. Szerintem ezt lejátszom és elköszönök srácok. Mert hát végig kaptam ebbe a videóba. Úgyhogy mi a következő részben, srácok, szét fogunk verni mindenkit. Olyan sokat fogok játszani, hogy legyen sok coinom. És fogunk venni olyan játékosokat, hogy nem fogjátok elhívni. Veszünk. Szerintem egy Ronaldóra fogok gyűjteni most, vagy Haalandra. Előre. Mert az Eto nekem nem tetszik igazából. Nagyon lassú is. Az is baj szerintem. Alig bír futni az Eto igazából, tehát nem jó. Nekem nem tetszik az Eto. Puskás sem sokkal jobb, szóval szerintem veszünk majd egy camot. Na, az jó lenne, hogy viszom. Eto! Ellövi messziről! Azért Eto lőni tud, de futni nem. Eto! Ez sem megy be, nem hiszem el. Nem hiszem el. Eto! Kapja De Bruyne. De Bruyne átadja! Eto-nak az nem jó megint! Pires! Puskásnak se jó, nem bírja előni, az a baj, a rossz. Jó rábára adtam, de nem bírta előni. Piresse. Puskás. Viszont jó a csel, Puskás Ferenc lő. Az is mellé megy. Hát nem hiszem el most már. Puskás. Eto lövi. Mellé. Rabió. Rossz a beadás Etónak. De próbáljunk meg srácok majd még egy meccset ezután. Azt már viszont meg kéne nyerni. Puskás, Eto! Micsoda gól! Eto! Puskás, kész! Puskás? Eto! És kész a meccs, igazából Puskás szabadrugása! Találkozunk a következő FIFA Mobile-ba. Addig is, sziasztok!